estét kívánok, köszöntöm a hajránézőit! Két aranyéremmel zárta az úszó országos bajnokságot Senánszky Petra. A DSI Debrecen versenyzője 50 és 100 méteres gyorsúszásban győzött, és egyúttal kvalifikálta magát a nyári japán világbajnokságra. A közelmúltról, a jelenről és a jövőbeli tervekről Petrával és edzőjével Kókai Dáviddal beszélgetek. Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorban. Sziasztok, már köszöntjük mi is a nézőket. Na hát gratulálunk itt a fantasztikus múlt heti teljesítményhez. Ugye Kaposváron rendezték az országos bajnokságot, és 50 és 100 méteres gyorsúszásban is nem találtál legyőzőre. Picit még mielőtt ugye belemennénk itt boncolgatva, ugye tavaly a világjátékokat szépen hoztad, megnyerted mindegyik számodat, amit szeretted volna, és azután volt ugye hát nagyjából közhírét éve, hogy akkor innentől kezdve a hagyományos úszásra koncentrálsz. Milyen volt egyébként felkészülni így erre az országos bajnokságra, ami az első komoly verseny volt számodra itt a szezonban, hogy kivételesen most már nem úgy kell készülni, hogy uszony és uszony nélkül, hanem csak uszony nélkül. Igen, elég nehéz időszakon vagyok túl. Én azt gondolom, hogy talán még nem is volt ilyen nehéz téli időszakom. De talán itt az elejét, a szeptembert nagyon élveztem, hogy teljesen más dolgot kell csinálnom, meg hogy új dolgokat tudok tanulni, csak aztán utána egyre közeledett a verseny, meg hát ugye az országos bajnokságra már szerettem volna jól teljesíteni, és ez a nyomás talán egy kicsit túl nagy volt, így saját magamra raktam ilyen elvárásokat, meg ilyen nagy hát időeredményeket igazából, amit így elképzeltem magamban, amit szerettem volna az OB-ra, hogyha összejön, és ezért talán nehezebb volt, mert hát tényleg előre kellett kezdenem az egészet, és így talán mentálisan volt a legnehezebb, hogy kiszállok egy olyan sportágból, ahol a világ legjobbja vagyok, és átmegyek egy olyan sportágba, aminél elég nagy lemaradásaim vannak azért. Más volt ezáltal mondjuk a felkészülési időszak, más volt az edzőtáborozása, többi, vagy pedig mondjuk a helyszínek ugyanazok voltak, csak más volt a munka? Volt más az edzőtábor, tehát a helyszínben is. 3 hétig voltunk például Tenerifén, itt az OB-t megelőzően, meg hát ugye az úszoda miatt, hogy 25-ös medencénk volt majdnem fél éven keresztül, ezért többször mentünk haza edzőtáborba is, úgyhogy ugye többet voltam távol, mint itthon. De remélem, hogy most már nem lesz ilyen probléma, és akkor utána könnyebben meg nyugodtan tudunk készülni majd a világbajnokságra. Szakmai szemmel, edzői szemmel mennyire volt más nektek? Ugye nagyon régóta együtt dolgoztok, de most onnan változtatni kellett azért valamin. Ez nekem nem volt új, minden évben változtatni kell valamin ahhoz, hogy új inger érje a versenyzőt és tovább tudjon lépni. Most elég sok mindenen kellett egyszerre. Igazából azt szoktam mondani, hogy én úgy vagyok Petra edzője, hogy már inkább egyfajta menedzseri szerepet töltök be, és próbálok új embereket bevonni, törekszem arra, hogy új hangot halljon, más dolgokat halljon, és ezeket a szereplőket kell úgy összekoordinálnom, amellett, hogy egyébként a munka jelentős részét azért még mindig a parton is nekem kell vállalni. Úgy kell összekoordinálnom, hogy a végén ezek az időeredmények jöjjenek ki. Nekem ugye az a fontos, hogy ő elégedett legyen, nyilván az én fejemben is vannak időeredmények, meg vannak célok, de a mi esetünkben ezek szinte mindig teljes mértékben találkoznak, így volt ez most is. Bár 100 méteren majdnem egy tizeddel jobbat úszott, mint azt előre megbeszéltük, és ami a cél volt, úgyhogy emiatt azért utána elbeszélgettünk egy kicsit, de ennél nagyobb hibát szerencsére nem szokott véteni. Ne ilyen sietősen. Na és akkor maga az OB, én ugye néztem a közvetítést, és hát picit az az érzésem volt, mintha még mindig az úszony a lábadon lett volna, mert ugye hozzászoktunk, hogy egy jó testhosszal nyersz, és itt is így volt a sima úszók között. Mesélj, milyen volt, hogy a két arany végül is a termése volt a kaposvári OB-nak. Igen, így azért jobb érzés volt így úszni a vízbe, hogy éreztem is, hogy a többiek picit le vannak maradva. Bár 50-en számítottam rá, mert ott nincs nagyon a közelben olyan sprinter lány, aki ott meg tudna szorongatni, de így a 100 méternek ezért is örültem lehet sokkal jobban, mert ott még azért most először fordult ilyen elő, meg ez az első aranyérmem 100 méteres gyorsúszásban, úgyhogy nagyon örültem neki, és hát talán a picit az 50 méter volt az, ami benne egy kicsit, még azt érzem, hogy több is volt még talán ezen a versenyen is, de nem baj, van időnk, és szépen lassan elérjük ezt az olimpiai szintet is. Mondta Dávid, hogy ugye elkapkodta Petra a 100 métert. Ezek alapján gondolom azért elégedett voltál az időkkel is, hiszen nagyon közel vagytok már az A-szinthez, ugye kicsit több mint 2/10 az 50 méteren, és a 100-on is ugye 1 másodpercen bőven belül vagytok. Igen, itt az elkapkodva az azt jelenti, hogy 0,09 másodperccel gyorsabban kezdett, mint azt, ahogy egy papírra én előtte leírtam, és matematikailag kiszámoltam, úgyhogy ez azért egy tényleg bocsánatos bűn.
Közeledik, igen, ezt azért a felkészülés során már lehetett érezni. Nyilván ez egy más ritmus, egy más technika. Ennek idő kell, amíg így idegrendszeri szinten fizikailag is be tud épülni. Nagyon-nagyon sokat lépett előre, én azt gondolom, hogy többet, mint amit én reméltem ennyi idő alatt, úgyhogy előrébb járunk így az olimpiai felkészülést tekintve, mint ahogy ezt előzetesen terveztük, de megyünk tovább ezen az úton. Most már az 50 méter lesz a következő 13 hétnek a fő célja, eddig most a 100 méter volt a fókuszban, úgyhogy én bízom benne, hogy ott a világbajnokság hangulata, mégiscsak egy más földrész, egy teljesen más szituáció, az már elég lesz ahhoz, hogy még jobb a felkészültségi állapotban az a 24-70 is meglegyen 50-en, illetve 21-69, mert 70 a szint, azon belül kell úszni. Itt ugye már tudjuk, hogy az 50 méteren védett vagy, tehát ugye Sós Csaba szövetségkapitány mindenképpen számol veled, és ugye akár a 100 méter is összejöhet még. Ott lesz ugye Japánban, Fukuokában a VB, voltál már világbajnokságon, de ugye akkor az itt volt, itthon volt, ugye ez most Japánban van, picit messze, picit újdonság. Számodra egyébként ez most milyen izgalmakkal, milyen kihívásokkal járhat, hogyan tekintesz ez elé? Hát talán egy nagyon picit jobban örülnék neki, hogyha Európában lenne, mert akkor ugye nem kéne elutazni a világ másik felére, meg átállni, tehát nekünk ezért ilyenkor sokkal több nehézség van, mint mondjuk egy keleti országban élő embernek. De hát már sokszor utaztunk arra fele, és tudjuk, hogy hogyan működöm, meg hogy hogyan tudok átállni, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz probléma. Igen, Japánban még nem voltam, úgyhogy várom, hogy azért ott is talán egy kicsit lesz időnk körülnézni, hogy hamarabb megyünk 10 nappal valószínűleg a verseny előtt, hogy akklimatizálódjunk. Úgyhogy várom, meg hát több kisebb versenyre is elmegyünk majd még addig, úgyhogy azok is nagyon szép helyszínen lesznek, így elég izgalmas lesz ez a felkészülés is. Itt ennek a VB-nek a fő eredménye vagy fő célja az A szint lehet, vagy esetleg helyezésben is gondolkodsz ilyen téren, hogyan tekintesz ez elé? Hát én úgy vagyok vele, hogy igen, az A szint az nagyon szuper lenne, ott úgy gondolom, hogy tényleg a felfokozott hangulatban ott azért ki tud belőlem jönni egy nagyon jó idő, és nagyon remélem, hogy azért ennél jobb, mert hát ez is már majdnem a legjobban volt, de úgy szeretnék hát a minimum országos csúcsot úszni, ami Katinkáé még jelenleg, és hát ott a döntőben nagyon örülnék, hogyha valahogy sikerülne beúsznom magamat, meg hát azon kívül még azért váltóban is lehet, hogy el fogunk indulni 4x100-as nőiben, meg hát nem tudom, hogy odáig mi lesz a 100 méteremmel, hogyha egyéniben elindulok, ott inkább nem támasztok így magammal szemben semmilyen elvárást, hanem csak, hogy élvezem a versenyt. Ezeket a kevés kis tizedeket hogyan lehet lefaragni, hiszen számunkra ez ugye nem tűnik olyan soknak, de tudjuk, hogy amikor a vízben vagytok, azért teljesen más. Gondolom azért ez egy külön kihívás, hogy azt a picit még azért hozzá tudjátok tenni, vagy hát kivonni belőle. Igen, ez egy nagyon egyszerű dolog, gyorsabbnak és erősebbnek kell lenni, ahhoz, hogy hamarabb teljesítse azt az adott távot. Még rögzülnie kell ennek a tényleg picit más ritmusú úszásnak, azért nem mindegy, hogy alulról kapja-e azt a többletsebességet, vagy máshogy kell elérnie. Megvan már képes úgy úszni, ahogy azt szeretnénk, de ahhoz, hogy tényleg a maximális frekvencia környékén is ez egy nagyon stabil dolog legyen, ahhoz még szükség lesz erre a 13 hétre. Én látom ezt magam előtt, tudunk még az első 15-ben is találni, egy tized másodpercet utána jobban meg kell őrizni a sebességet, akkor már az első 25 is jobb lesz két tizeddel, és a második 25 méteren, ha még jobban meg tudja tartani, még jobb lesz a vízfekvés, akkor egy újabb két tized másodperc, szóval ha levonunk ebből a 24-97-ből 4 tized másodpercet, akkor megvan az az alszint. Vagy akár a döntő is. Ezt számon is lehet majd rajtam kérni egyébként. Akkor írd és mondd, akkor ezt az adást majd visszanézzük. Addig egyébként mi vár még rátok, ugye mondtátok itt már korábban is, hogy azért lesz még egy-két nemzetközi verseny, ahol elindultok itt a VB-ig. Igen, már a Non-Strom nevezetű versenysorozaton fogok életemben először elindulni. Nagyon izgalmas, mert ugye 3 állomásos verseny, ami egy héten belül zajlik le, és még terveztük a római versenyt is, és talán még egy hazai vagy egy másik külföldi versenyt, úgyhogy elég gyorsan el fog tenni szerintem ez a 12-13 hét. Dávid, személy szerint egyébként a VB-t hogy várod még itt zárszóként? Ugye Petrát már hallottuk, nyilván neked is ugye egy nagyon újdonság lesz ez is. Nem csak Japán, hanem maga az, hogy egy úszó VB-n ott leszel te is.
Igen, várom, nem tudom, hogy a szövetség által akreditált edzőként tudok-e megjelenni, vagy saját szervezésben szerzek magamnak egy kártyát, amivel bejutok, ez szokott egyébként sikerülni. Mindenképpen ott leszek, remélem, hogy már előtte az akklimatizációs héten is ott tudok lenni. Addig azért még a többieket fel kell készítenem egy felnőtt 20-as úszó Európa-bajnokságra is, illetve ugye egyéb feladatok is várnak rám, szóval ez egy nagyon izgalmas 13 hét lesz, amire egy nagyon szép koronának tűnik ez a fukuokai világbajnokság. Hát kívánjuk, hogy így legyen, kívánjuk, hogy a következő stúdióbeszélgetéskor már úgy tudjunk akár beszélgetni, hogy megvan az ászint. Sok sikert, jó utat, és hát csak így tovább. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, találkozunk a jövő héten is a viszontlátásra.